Menetrend szerint befutott a Sony Xperia mobilok idei két új tagja, az 1 Mark 6 és a 10 Mark 6. Én most már több mint két hete nyúzom az egyesemet, úgyhogy van mit mondanom róla. Nézzük, mi változott és mi maradt ugyanaz a tavalyi szériával összehasonlítva. Iratkozz fel és nyomj rá a harangra, ígérem mostantól nem hagylak magadra, mától nem lesz az élet olyan egy csíkú, mert rádugta az ajtót az isteni rítú. Kezdjük azokkal a fontosabb pontokkal, amiben nem történt változás. Ezek általában azok a megoldások, amelyeket az Xperia fanok nagyon szeretnek a Sony Premium kategóriás telefonjaiban. Általánosságban. Mert van olyan katonánk, aki odaveszett a háborúban. A design alapjában véve nem változott. A szélei az idei verzióban is apró csúszásgátló bemarásokat kaptak. És hála Istennek a borítása is maradt a tavaly debütált és nagy sikerrel szereplő textúrált üveg. Ezt a két funkciót nagyon kedvelik az Xperia fanok, ugyanis a telefon nagyon vékony és könnyű, ezáltal képes lenne kicsúszni az ember kezéből, ezeknek a megoldásoknak hála viszont nem tud. A súlya egyébként mindösszesen 5 grammot gyarapodott, tehát ez a készülék a kezemben most 192 gramm. A gyarapodás okát majd a kamera rendszernél, illetve az aksi kezelésnél meglátjátok. És nyilvánvalóan maradt a jack csatlakozó is. Tehát a Sony továbbra is kitart a high-end hangélmény mellett. Érdekesség, hogy a visszajelzések alapján nagyon sok kreator pontos ezért választja ezt a telefont. Ugyanis a jack csatlakozó másik funkciója a stúdió minőségű hangrögzítés, legyen szó beszédhangról, énekhangról vagy hangszerről. Ezeket ugyanis az Xperiával kompromisszummentesen tudod rögzíteni. Maradt még a tűnélkül nyitható SIM tálca is, ami ugyancsak egy nagyon kellemes Xperia megoldás. Továbbá maradt az IPX 58-68-as víz- és porálósági szabvány is. Nagyjából tehát ezek a főbb egyediségek maradtak. Viszont történt egy-két olyan változás is, amellyel a Sony határra húzta az Xperia fanok idegeit. Nézzük tehát a különbségeket. Ami egyből feltűnik, az bizony-bizony a képarány, ami megváltozott. Elhagyta a Sony a klasszikus mozi szabványú 21:9-es képernyő arányt, és közeledett az átlag okostelefon arányaihoz. Az Xperia 1 Mark 6-ban ugyanis 19:9-es képarányt kapunk. Ami valljuk be, önmagában egy Xperia rajongónak valós veszteség. Na de nézzük, mit kaptunk cserébe. Az új panel egy 1080x2340-es felbontással rendelkező Full HD plus HDR OLED panel, ami 120 Hz-es frissítéssel rendelkezik, 100%-os DCI-P3 és REC 2020-as szintér lefedettséggel, valamint 10 bites tonális gradációval, kimondottan a minőségi tartalomgyártók miatt. Bravia technológiás kijelzőt kapott. A Braviát pedig senkinek nem kell bemutatni, hiszen ez a televíziók alfája és omegája hosszú-hosszú évtizedek óta. A telefon fényereje 1309 nit, azaz itt is nyertünk egy aprócska 41%-os növekedést a tavalyihoz képest, ami napsütésben is tökéletesen láthatóvá teszi a kijelző minden egyes részletét. Ami biztos és őszintén szívből megdöbbenő csodálkozással vettem én is észre, hogy a kijelző brutálisan szép, baromi éles, mégsem zavarja a szemedet, a fényereje az döbbenetesen kényelmes, és furcsa érzés volt, amikor az előzőből átraktam a SIM-kártyát az újba, mind a kettőt bekapcsolt állapotban letettem egymás mellé, úgy nézett ki az előzőnek a kijelzője a mostanihoz képest, minthogyha, nem tudom, kijelzőhibás lenne, és ilyen 50%-os fényerőn elmászott élességgel és szaturációval rendelkezne úgy, hogy az előző is gyönyörű szép volt. Szóval ezt, hogyha tehetitek, mindenképp nézzétek meg élőben, nagy rácsodálkozás lesz. Ráadásul az új kijelző miatt a frissítési ráta leskálázható egészen 1 Hz-ig. Így az akkumulátoridő is drámaian megnőtt, hiszen nem aktív időszakban alig fogyaszt a kijelző. Apropó üzemidő. A Sony már tavaly is az egyik legkiemelkedőbb üzemidő és akkumulátor kezelő AI rendszerrel látta el a telefonjait, de idén ezt is sikerült megfejelni. Ugyanis az akkumulátoridő 23%-kal nőtt. Míg tavaly ez körülbelül 23 óra volt, most közel 29 óra. Magyarul, amit a Sony kommunikál a telefonnal kapcsolatban, az nem marketing bullshit. Az üzemidő valóban kétnapos. Én már tavaly is nagyon elégedett voltam az akkumulátor üzemidejével, hiszen átlagban legkevesebb 20, legtöbb 40%-os akutöltöttséggel kerültem este az ágyba. Nyilván ez annak függvénye volt, hogy mennyit használtam aznap a telefont, de 20% alá nem tudtam csökkenteni. Na de ez, mióta ezt a telefont használom, a legkevesebb töltöttség egy egynapos használat, aktív használat után az 38% volt, az átlagos
az 60%, és nem egy alkalommal, amikor nem annyira nyúztam napközben a telefont, akkor 70%-os töltöttséggel kerültem vele az ágyba. Mármint én lefeküdtem, őt megfeltettem tölteni. A processzor is szintet lépett, hiszen ebben egy 4 nanométeres, harmadik generációs Snapdragon 8-as dorúzsol, aminek hatására gyors és nem melegszik. Nem mellesleg az AnTuTu benchmarkon is hozott egy szolíd 44%-os javulást a tavalyihoz képest. Összességében elmondható, hogy idén ennél a készüléknél mindenképp a teljesítményfokozás volt a célja a Sonynak, amit sikerült is elérnie. Na de jöjjön a talán legizgalmasabb pont, hiszen a Sony Xperia telefonok mindig is a kiemelkedően valósághű fotós és videós képességeikről voltak híresek, így sokatokat a kamerát érintő változások érdeklik a legjobban. Én pedig jó vagyok és könyörületes? Úgyhogy mondom ezeket is. A főkameránál maradt a Sony szabadalom, amit az Apple is megvett tavaly magának, méghozzá a két rétegű főszenzor. Ezt az 52 megapixeles szenzort 24 és 48 mm-es gyújtótávon is használhatjuk. Ha lehet, még részletgazdagabb, még zajtalanabb és még valósághűbb, mint a tavalyi modell. Megérkezett mellé egy fizikai teleobjektív is, amely 85 és 170 mm közötti állítható gyújtótávval rendelkezik, ráadásul mindezt úgy, hogy a lencsetagok fizikailag változtatják a helyüket a telefonban, tehát nem digitális zoomról beszélünk. És ha már ezt beépítették, innen már nyilván csak egy paraszt hajszára volt, a makrofotózás, amit szintén kínál a Sony Xperia 1 Mark 6. Ezen kívül van egy 16 mm-es gyújtótávval rendelkező nagy látószögű lencse is a telefonban, 123 fokos látószöggel. Tehát, hogyha csak a fizikai értékeket nézzük, akkor kaptunk a Sonytól egy 16-tól 170 mm-ig állítható fizikai lencsesort, ami azért elég menő. Jó, de mi van a videózással? Ott semmi egetverő újítást fizikailag nem kaptunk, de valljuk be, nincs is rá szükség. Ugyanis már a tavalyi is kimaxolta a videósok elvárásait. 4K HDR, 24, 30, 60, 120 fps, szemfókusz, tárgykövetés és a filmes kamerákból kapott S-Cineton színkezelés maradt. Na jó, egy apróság azért változott. A kamerát segítő AI felismeri az élőlényeket, nem csak az arcukat, hanem a végtagjaikat és a törzsüket is. Követve ezek mozgását meg tudja határozni, hová fog mozdulni, így a fókusszal késlekedés nélkül tudja követni. Ilyen megoldás eddig egyedül csak a Sony Alpha kamerákban volt, de végre a telefon is megkapta. És továbbra is streamelhetsz közvetlenül a telefonodról. És ami itt viszont nagyot változott, és megmondom őszintén, én a bejelentéskor rettentően féltem tőle, hogy ez jól fog-e működni. Spoiler, imádom, az az új kamera app, amiből eddig ugye 3 darab volt a telefonon. Na ez most megszűnt, ugyanis mindhármat integrálták egy közös kamera applikációba. Akár fotót, videót, vagy szinematikus kisfilmet szeretnél készíteni, ugyanazt az appot kell használnod. Természetesen nem kell megválnod a kedvenc beállítási lehetőségeitől, ugyanis ezen az applikáción belül megtalálsz minden olyan beállítást, amit korábban a 3 applikációban külön-külön. Annyi újdonság van egyébként a telefonnal kapcsolatban fotós videós téren, hogy elhatároztam, mindenképp külön-külön videót fogok nektek róla készíteni, a fotós részéről is és a videós részéről is, így most legyen ebben az összefoglaló videóban ennyi elég. Ha bármi kérdésed van a telefonnal kapcsolatban, ne légy rest, használd a komment szekciót, szépen pöttyögd be a kérdésedet, ha tudok, válaszolok, ha nem, akkor is. Szóval, ha tehetitek, mindenképpen keressetek egy élő példányt, egy fizikai példányt a Sony Xperia 1 Mark 6-ból, és nézzetek rá a saját szemetekkel, adott esetben tegyétek mellé a saját telefonotokat is, meg fogtok döbbenni, mekkora újítás, mekkora előrelépés történt idén a Sony telefonokkal. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, érkezni fog még a telefonról bemutató videó, nyilván ahogy említettem a fotós meg a videós képességekről, illetve ha bármi egyéb érdekel titeket, akkor elképzelhető, hogy arról is. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, vigyázzatok magatokra, használjatok Sony Xperiát, és csodálkozzatok, hogy milyen gyönyörű. Szevasztok!